bemutatom következő vendégemet, Matéz Sándor, aki nekünk a nehéz filmekről fog beszélni. Hát Sándor, először mondj egy néhány szót saját magadról, ki is vagy te, honnan jöttél, és mivel foglalkozol? Én 77 óta rövid megszakításokkal Németországban élek, és ugye tudjuk, hogy Németország a biofizikai orvoslásnak a hazája, ugyanis ott voltak meg azok az anyagi lehetőségek sokáig, amelyek lehetővé tették azt, hogy a hozzáértő emberek, orvosok, fizikusok különböző biorezonanciás és egyéb készülékeket tudjanak kifejleszteni. Nálunk Magyarországon ennek körülbelül 10-15 éves múltja van, amikor átjöttek ide a készülékek, elsősorban ugye gondoljunk a FOL készülékre, amely a klasszikusoknak az alapja. A FOL az egy német orvos, biofizikus volt, aki kifejlesztett egy olyan módszer, hogy a kínai gyógyászatból ismert meridiánokon meg lehet mérni a különböző kontrollpontokon az emberi energetikának az éppen aktuális állapotát. Aztán ennek a felfedezésnek az alapján kifejlesztették a MORA, fizikusok kifejlesztették a úgynevezett MORA készülékeket, MIKOL készülékeket. Tehát Magyarországon is kezdett elterjedni, és körülbelül 13 évvel ezelőtt megalakult az első Magyar Orvosi Biofizikai Társaság, akinek egyik alapítóját és tudományos titkárát itt a körünkben Rizek doktor személyébe üdvözölhetjük. Tehát nem véletlenül, hogy a szél nem csak a szemetet fúrja össze, hanem a javát is a dolgoknak tulajdonképpen. És kialakult az az orvosi csoport, az a tudományos orvosi csoport Magyarországon, ahol is kezdték komolyan venni a biofizikai orvoslást. Ez azért mondom biofizikai orvoslás, mert ugye az általános akadémiai orvoslást elvitték az utóbbi 100 évben nagyon a vegyszerek felé, tehát a kémiai, szintetikus és egyéb gyógyszerek felé, és így nagyon egyoldalú és egysikú lett, és nem túl hatásos volt az ezekkel való gyógyítás. És a szükség az nagymester, és a szükségszerűség volt az, ami létrehozta ugye Németországban, Amerikában, Vámonat és most már Magyarországon is ezt a fajta orvosi hozzáállást, gyógyító hozzáállást, hogy a testet fizikailag nézzük, tehát mint fizikusok, hogy anyagból, energiából, térből vagyunk itt az időben, hogy fizikai szempontból nézzük meg, hogy milyen energiarendszerek, milyen keringési rendszerek energetikailag vannak az emberi szervezetben, amelyek működnek benne. Én ekkor kerültem Magyarországra, leginkább kapcsolatban itt a Magyar Orvosi Biofizikai Társaságon keresztül, aminek szintén alapító tagja vagyok, tiszteletbeli tagja vagyok, mivel én nem vagyok orvos, viszont megpróbáltuk az orvosoknak azt a lehetőséget, technikai eszközöket a rendelkezésükre bocsájtani, kifejleszteni, amelyeket aztán eredményesen tudtak használni. Most ebből az időből került, vagy térjük körülbelül távolítva, és körítés, hogy jöjjünk a témához, hogy azt mondták már régóta, hogy minden rezgés. Az egész világegyetem hangból egy ígérőből származik, és valóban azt mondják a fizikusok is, hogy még az a kemény gránit tömb is rezgés, mert hogyha megnézem a gránitot, vagy egy fémdarabot, akkor nagyon nagy nagyítással lehet látni, hogy ez nem is annyira szilárd, hanem ott a kis atomok kiugrálnak, beugrálnak, mint a forna a felszínen, és mivel az anyag is egy bizonyos fajta rezgés, vagy a rezgésnek egy bizonyos állapota, de ezért kell, hogy megközelítsük az emberi életet, meg az egészséget ebből a nézőpontból is. Annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy én egyszer hallottalak téged, amikor annyira szépen szemléltetted, hogy miről is van itt szó, tehát a rezgések kapcsán, hogy hogyan is hatnak ránk azok a, ha már most itt rámutattál erre a dologra, azok a bennünk lévő nehéz fémek, hogy miért hatnak azok a mi egészségünkre, és pont a rezgésükkel is. Tudni kell, hogy az élet az nem más, mint egy szoftver, és ez a szoftver ezen a bolygón évmilliók alatt fejlődött ki azáltal, hogy az élet ugye kapcsolatba került különböző körülményekkel,
és alkalmazkodjon hozzájuk, megtanulta az azokhoz való alkalmat. Egyetlen probléma van itt a fémekkel, hogy az élet évmilliók vagy évek százmilliói alatt fémekkel a mai formában nem találkozott. Csak is mint nyomelemekkel, növényekben lévő fémekkel, a táplálékláncban lévő fémekkel. Tehát úgy fémmel, mint most megfogjuk az alumínium kanalat, az élet nem találkozott, ugyanúgy, mint a szintetikus gyógyszerekkel se. És így nem alakult ki az életnek az a tapasztalata, az a képessége, hogy ezekkel a fémekkel tudjon mit kezdeni a saját maga a fenntartása érdekében. Hadd mondjak egy példát, Krisztus előtt 400-al Hispániába kintották egy részbányát, írásos feljegyzések vannak előtt. 10 évvel később kínai szedimentekben, lerakódásokban megtalálták már ezek nyomokban, mégpedig Kínában, meg a környéken nem jutottak a részbányát, már arról is lenne feljegyzés. Tehát innen is látszik, hogy a bolygó egy élőlény, és annak megvannak a keringési rendszerei a légkörön, az óceánokban, a föld fölötti vizek, hogy áramlanak, a föld alatti vizek, hogy biztosan vagy mindig vizelekről, stb. És ugye mi, biofizikusok, nem azt mondjuk az egészségre, mint a definíció, hogy ez egy általános testi és szociális jó érzet, ugye? Mert az a hajléktalannál is megvan a második lépés után, hanem ami azt mondjuk, hogy a szervezet, az emberi szervezetben szabályzókörök vannak, autonóm szabályzókörök vannak, mint a test hőmérséklete, a szívdobbanások száma, tehát különböző szabályzókörök vannak, és az egészség, a mi szempontunkból nem más, mint ezeknek az autonóm, tehát önálló szabályzóköröknek az akadálytalan működése, kifogástalan működése. Ennek két feltétele van, a szabad információ áramlás és a szabad energia áramlás. Hogy a meridiánokban információk, energiák áramlanak, ugye most már kiderül, hogy a sejtek fotonokkal, biofotonokkal kommunikálnak egymással, és hogyan jut a képbe a nehézfém? A nehézfém is egy rezgés. A nehézfémnek van egy nagyon alacsony rezgése, hogy egy könnyű tollat az gyorsan tudok rezgetni, de egy kiló súly már lassabban. Hát a nehézfémek azért nehézfémek, mert nehéz az atomsúlyuk, és így egy alacsony rezgéssel belezavarnak a sejteknek a biofoton kommunikációjába, egyéb bajoktól eltekintve. Tehát itt az a lényeg, hogy a rezgések szempontjából vizsgáljuk most a dolgot, hogy a Földnek a rezgése állítólag emelkedik ezotériában mindenit elszállnak. Emelkedik az óceán, a légkör, magának a Földnek az alaprezgése, súlymedrezonanciák emelkednek. Igen ám, de hogyha bennünk van a nehézfém, az alacsony rezgésű nehézfém, az alacsony rezgésével, akkor a mi szervezetünk, az energiatestünk nem tud olyan mértékben emelkedni, és energetikai iskolák vezetői észrevették, hogy azok, akik legtöbben dolgoznak magukon meditációval, egyéb mentális technikákkal, tisztítással, azok megbolondulnak, mert a testük elmarad, és a testet már alig tudják kontrollálni, mert frekvenciában olyan távol kerül a test rezgése a szellemnek a rezgésétől, hogy egy pontos kontroll már szinte nem lehetséges. Hát ezért mondta az egyik ilyen iskola vezetője, hogy elmarad a testetek, tisztítsátok, ami arról szól, hogy a alacsony rezgésű rezgésforrásokat, mint a nehézfény, szociális mérgek, peszticidek, azokat el kell távolítanunk a testünkből, ha nem akarunk ezen az alacsony szinten maradni. Ezek okozzák a félelmet, depressziót, az különböző sejtszintű degenerációkat. Hát mérhetetlen azoknak az anyagoknak a száma, amelyek károsak, indikálatosak, és bekerülnek az emberi szervezetbe. A másik oldalról meg olyan fontos, életfontosságú ásványi anyagok, nyomelemek nem kerülnek be a szervezetbe a táplálékon keresztül, amelyek még szükségesek lennének a sejtek működéséhez. Miért nem kerül be? Mert nincs benne káposztában, répában, nincs benne gyümölcsben, mert már nincs benne a talajban, a termőtalajban sem. És honnan kapjuk mi ezeket a nehézfémeket? A nehézfémeket általában a környezetünk tele van nehézfémmel. És az anyagok a testünkben nem csak a számon keresztül, mert a lépben, hanem a bőrön keresztül, hogy biztosan hallottak már olyan gyógyszerű, amit egyszerűen tapaszt formájában valahol ráragasztanak, és a bőrön keresztül ugyanúgy felszívódnak. Na most, amíg a gyomor béltraktus, tehát az emésztő csatornán rá van készülve, hogy a mérgeket kidobja, mert mérgek voltak korábban is, bolygomba volt régen is, mérgező növények voltak régen is, a bőrön nincs egy ilyen védekezési mechanizmus kialakulva,
és a bőrön keresztül minden rajta. Akik általában fémekkel dolgoznak, aztán a mesterséges oldalon gondoljunk csak a védőoltásokra, amik tele vannak a higannyal, az óvózott benzinre. Ez el kell mondanak egy új kutatási adatot, ami nagyon aktuális, és a doktor biztos, hogy egy német kutató orvostól tudom, megvizsgáltak egy patkánycsoportot, és láttak nekik higanyt. Olyan mennyiségben, hogy a patkánycsoportnak, a kísérleti állatoknak 1%-a elpusztult. Egy másik csoportnak beadtak olmot, úgyhogy 1% pusztul el. Aztán a harmadik csoportnak beadtak ugyanennyi higanyt és ugyanennyi olmot. És fölteszem a kérdést, hogy vajon hány százaléka pusztult el a két fémmel névezett állat, kísérleti állatcsoportnak? Mind. Nem tudom, ki mondta, de így van. Minden pusztult, tehát nem a 2%-a, nem 10%-a, hanem a kettő nehézfémnek a szinergikus hatása olyan mérhetetlen erővel hatott, hogy az utolsó szálig elpusztultak a kísérleti állatok. Most, hogyha megnézzük, hogy itt évtizedekig olmozták a benzint, ólomból volt a vízvezetékcső, és most jön hozzá a higany. A következtetés mindenkire rábízom saját magának. És akkor mi a mi teendőnk? Hogy tudunk segíteni önmagunknak? Segíteni akkor tud az ember, hogyha tudása van, felelősséget vállal először is, aztán tudást szerez, és utána alkalmazza ezt a tudást. Az én esetemben úgy történt, hogy találtunk egy olyan anyagot, amely kivezeti a nehéz fémet az emberi szervezetből. Mondta Ridák Sándor főorvosnak a munkásága révén, ez kb. 12 évvel előtt volt, ez a huminsav. Huminsavak és fulvolsavak, azok a óriás molekulájú szerves savak, amelyek képesek úgy megkötni ezeket a fémeket, mint ahogy az az élővilágban történik is, a növényekben, állatokban, hogy ki tudják hozni a sejtből is akár. Itt egyetlen probléma van, hogy a sejtnek bejutott nehéz fém, az nem tud úgy kijönni, mert ez egy elektromos csapdában van, az csak lecserélni lehet egy másik fémmel, még pedig egy olyan, ami szükséges. És a természet mennyire gondoskodó, a föld anyák mennyire gondoskodó, ez az anyag 5 millió év óta el van rejtve, hogy most, amikor nagy bajban van az emberiség, ehhez hozzá lehessen férni, és ez nem Amerikában van, nem Japánban, hanem itt a Kárpát-medencében, itt van egy olyan anyag mennyiség, amely alkalmas arra, hogy lezserélje a bennünk lévő, vagy a belénk jutott, a sejtjeink mélyén kárt okozó nehézfémeket, mérgeket, olyan anyagokra, amelyek viszont szükségesek. Ásványi anyagok nyomnak. Gondoljunk arra, hogy minden sejt egy elektromos elem. Ugyanúgy, mint az óránkban van, van az elektromos elem, ami ott van a feszültség, addig működik, megy a mutató. Na most, amikor az elem lemerül, mint hogy a sejtekből hiányoznak az ásványi anyag nyomelemek, a pozitív, negatív ionok, ugyanúgy a sejthártyákon a feszültség lecsökkenik, és nem képes már a sejt előállítani azokat az élettani jelenségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy életben maradjon. Így aztán az történik, hogy egyre lejjebb esik a sejtnek az energiája, a feszültség a hártyákon is, az a 14 mikrovolt, ami kellene, és ezáltal depresszió, álmatlanság, az összeismert következmények vagy szimptomák jelentkeznek. Tehát, hogyha kimerül az elem az órában, megáll a kisatóban, kimerül az elem, az is megáll. A sejtekben kimerül az elem is, meg az elektromos feszültség, a sejt is leáll. Tehát egyrészt kell, hogy vezessen a nehéz fémet, de kivezetni csak úgy nem lehet, hanem le kell cserélnünk egy lépésben egy olyan anyaggal, amik viszont szükségesek, mert a táplálékban nincs benne. Most erre kifejlesztettünk egy meghalt kollégánkkal, közös kollégánkkal egy anyagot, ami pontosan képes erre, hogy egy lépésben bevigye azokat az anyagokat a szervezetbe, és lecserélje a káros anyagokra. A káros anyag az kivezetődik, a hasznos anyag benn marad. Ennek a terméknek, ez Magyarországon most van, engedélyezés alatt van, tehát még nincs engedélyezve, mindenki saját felelősségére juthat hozzá. Úgy hívják, hogy Bea Terra. A Terra ugye az latinul földet jelent, a Bea az pedig ugye áldott, boldog, tehát egy pozitív jelent, ez tulajdonképpen áldott vagy boldog föld. Miért fontos ez, hogy a Kárpát-medencei, ezt még el kell mondjam, ugye gyakran mérjük a különböző hazánkba jutott táplálék kiegészítőket, kapszulákat, csodatablettákat, és egyik jó, a másik nem jó, egyik ember a jó, másik nem jó, viszont azt tapasztaltuk, hogy ez a készítmény, ez
Indiába is jó, Angliába is jó, és nem jöttem rá sokáig, hogy milyennek az oka. Egy olasz professzor fejtette meg, aki kiderítette, hogy a jégkorszak alatt, amikor egész Európát 15-20-30 méteres jég borította, volt egy kis folt Európában, Európa kellős közepén, ahol nem volt jég, ez pedig a Kárpát-medence. És az emberiség a teória szerint itt élte túl a jégkorszakot, és innen rajzottak, hogy a jég visszahúzódott ki az emberek minden irányban. És a genetikában ezek a rezgések, ugye a csontjaink is kristályból állnak, kalcium kristályból, a földünk kristályból áll, a föld nagy része kristályokból áll. Hát ezek a rezgések az úgynevezett otthoni rezgések, amelyek trigger-elik, tehát befogadhatóvá teszik azokat a rezgéseket, amelyek szükségesek nekünk a túlélésed és az életben. És ez tulajdonképpen föld? Tehát a földből származik? Ez a földből származik, de tulajdonképpen nem föld, hanem ez régen, még a tisztakorban élt algák fosszilis eredékéből van készítve. A másik oldalról meg a Tokaji hegy egy része van beleaplikálva, egy bizonyos nagyon bonyolult eljárással. És a lényeg ennek az, hogy azok az algák, amelyek valamikor éltek, hogy alga most a gyógyításnak a nonplus ultrája, csak ezek az algák elektroszmogos környezetben élnek, tehát eleve fertőző vannak, sugárzó környezetben, rádióaktív sugárzó környezetben élnek. Nehéz, mert tengervizekben tenyésztik, vagy termesztik őket. Hát ilyen szempontból nem túl alkalmasak, viszont ezek az algák, amelyek ennek a készítménynek az alapját képezik, ezek tiszta időben éltek, elektroszmogmentes környezetben éltek, csak a sonorrezonanciát, mert villámok akkor is voltak, vették magukban. És a vulkánból kijövő őserőt építették maguk a szervezetébe, aztán miután lejárt az életciklusuk, leülepettek, és ott megőrizték számunkra ezeket a nagyon-nagyon biológiailag, fizikailag nagyon-nagyon értékes anyagokat. Na, ennek a készítménynek az alapja, és ezt tulajdonképpen egy olasz ismerősök barátom mondta, hát ez a szűzanya áldása az emberiségnek. Regina de Hungária azt mondja, tehát Magyarország királynőjének az áldása és ajándék az emberiségnek. Nem én mondtam, egy olasz hölgy, aki ilyesmivel foglalkozik, fogalmazta ezt így. Hát nagyon köszönjük ezt az információt. Most még annyit azért el tudsz nekünk mondani, hogy hogyan kell ezt használni, gondolom nem ilyen nappal is egyfolytában gyakorlatilag. Igen, ez nagyon-nagyon egyszerű dolog. Hát minden olyan tudomány, ami általában a kísérő gőszereknek a kísérő lapja, egy 4-5 oldalban le van írva, ebben be van építve. Tehát tulajdonképpen, aki eldönti, hogy ki lecseréli magában a sejtjeiben a mérgeket hasznos anyagokra, de semmi más nem kell csinálni, mint ebből ugye minden este egy kanállal bevenni, az anyag az mindent tud, mert a teremtőnek a gyógyító szándéka van valószínűleg. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor a szintetikusan előbb, vagy egy nagyon-nagyon halványan erre emlékeztető, vagy hasonlót elő akartunk állítani, a Központi Fizikai Kutatóintézetben azt mondja a fizikus kollégám, hogy hát meg tudnánk ezt csinálni, de hát ugye egy havi adag egy embernek, hogyha csak a pár legfontosabb benne lenne, 150 ezer forintba kerülne, hát kinek adott ezt elmondja neked. Hát mondom, nem sújt a rózsadóban ismerek 2-3-at, mondom, de többet nem annyira. És azt mondja, hát 120 ezer forintba kerülne, nem tudom olcsóban megcsinálni, maradjunk az olcsó. És nem hagyott engem békén a gondolat, hogy ha van egy probléma, van egy megoldás is, és úgy került ez az anyag a kezembe, ez a fosszilis alga, amiből aztán kifejlesztettük sok egyéb kutatással és kísérletben ezt a készítményt. Tehát tulajdonképpen ez nem kerül 150 ezer forintba, nem kerül 100 ezer forintba se, sőt még 80 ezer forintba se kerül, nem kerül 50 ezerbe, nem kerül 30-ba, most lefelé biciklálok, mint Ábrahám a Szodomai úton. Ez összesen az előállítása 15 ezer forintba kerül, ha valaki számnak, akkor plusz áfolyan hozzá. És ez mennyi időre elég? Ez egy ilyen 6-8 hetes kóra. Azért mondom, hogy 6-8 hetes, mert akik foglalkoznak a ajurvédikus gyógyászattal vagy méregtelenítéssel, azok tudják, hogy a holtfázisok igen jelentősen befolyásolják az emberi anyagcserét, gondoljunk csak a női ciklust, azt a pont szabályozza.
Tehát a, nem mindegy, hogy növekvő holdfázis, csökkenő holdfázis, a kínai, a holdat is, meg a napot is négy részre hossza, a yin és yang elmélet szerint. És ezt akkor mikor kellene? És mivel ez egy ilyen yang típusú ételkiegészítő, ezt mindig a yinbe kell bevenni, tehát napjutat után akkor a legerősebb a yin, mi akkor szülnek az állatok, akkor, akkor sok gyerek is akkor születik. Tehát napjutat után egy kanállal, 6-8 hétig, akkor benne van mind a négy holdfázis, automatikusan mindegy, hogy mikor felvél valaki, és egy 6-8 hetes kúra után megszűnik a nehéz hőstárhelés. Ez kimutatható, tehát folyméréssel bármilyen ki lehet mutatni. És milyen tapasztalatod van? Tehát ki az, aki már szedett ilyet, és mit tapasztalt utána? Nagyon érdekes a dolog, mert az ember nincs két egyforma ember. Nincs két egyforma szervezet, nincs két egyforma reakció. De általában egyik legfontosabb célcsoport az autista gyermekek, akik az oltásoktól autisták. Ez most már tudományosan van bizonyítva, hiába vitatják, de tudományos kutatások eredményei ezt alátámasztják. Na most az autista gyermek volt olyan, ami 15 éves, egyszerűen nem volt, nem lehetett beszélni, nem volt szobatiszta, 3-4 hét alatt rendbe jött annyira, hogy szobatiszta kezdte érteni, mit mondanak. Jó, 15 éves korban azért kimarad egy bizonyos fejlődési fázis, tehát azt nem, nem lesz még egy éves, hogy újra kezdje. De minél korábban kapják a beoltott gyermekek ezt az anyagot, annál hamarabb megszabadulnak a nehéz félmentől, és az autizmus az se máról holnap jön, hogy lefekszik egészségesen és autistán keltett másnap reggel, hanem az kialakul nehéz szünterhelés következtében, amikor is az idegrendszert lebukolja a nehéz félmentől. Tehát akkor van, aki érzékenyebb erre is azért? Van, aki érzékenyebb, van, aki jobban bírja. Egy családban két gyereket egyformán oltanak, az érzékenyebb az autista lesz, a másiknak látszólag egyelőre semmi baj nincs. De ezt tudni kell, hogy a hivannak van egy olyan pszichai hatása, hogy most időzelben teszem, szófogadóvá teszem az embert. Mondom, szófogadóvá. Mindenki gondolja magát. Hát köszönöm szépen. Szeretnél még valamit mondani ezzel kapcsolatban, mert lehet, hogy lejár az időnk. Igen. Nem akarom senkinek az idejét elvenni. Annyit mondanék, hogy egyszerűen nagyon sokan, akik ilyesmivel foglalkozunk, szinte egyhangulag egymás, vagy egymás után mindenki rájön, hogy ahol nincs tudás, ott nincs képesség. Ott nem okos az ember, mint mondtam, a magyar nyelv. Az okos, az okozni tud. Aki nem okos, az nem tud okozni. De, tehát azért kell, akik már nem alusznak, vagy ébredeznek, mindenkinek el kell, hogy jusson hozzá az az információ, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy saját magán, a szeretettein, a hozzáfordulókon, hogyha olyan foglalkozást űz, tudjon segíteni. Tehát nagyon fontos az, hogy akinek valami ismerete van, az nyakló nélkül ossza meg mindenkivel, mert lehet, hogy 10 ember közül 8-an csak legyintenek rá, de amiatt a kettő miatt, aki azt elfogadja, és ahol a mag jó földbe hullik, amiatt megéri. Tehát az a fontos, hogy az ismereteket, amik vannak, továbbadjuk, terjesztjük, azért szimpatizálok és csodálatra tisztelek az ilyen rendezvényeket, a TV-t, hogy ilyeneket csinálod, akik tényleg ide jönnek hozzáfordulni, és akarnak, azok megkapják azt, amire szükség. Egyébként visszatérve még az anyagra, ez kereskedelemben nincs forgalomban, mert ott teljesen mások a játékszabályok, a gyógyszertárolva, úgy is a többi, de viszont aki akar, hozzá lehet jutni. Itt Szegeden is van a Csanádi Marika, ő rajta keresztül hozzá lehet jutni, aki ismeri természetgyógyász, rajta keresztül is hozzá lehet jutni. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor hozzá lehet fordulni? Igen, hozzá lehet fordulni. Aztán van egy honlapunk, ha már az ismeret terjesztésről van szó, mi forszírozunk itt Magyarországon a Hámeri új medicinát, a német új medicinát, aki már hallott róla, az azt jelenti, hogy megkeresi a gyógyító azokat a szoftvereket, amelyek létrehozzák a szervezetben az elváltozást, ugyanis ok nélkül, amit mondtuk, az ok az okozó, ok nélkül semmi nem történik, tehát valakinek nem volt idáig mellrápja, most meg van, hát biztos történt ott valami, kellett, hogy történjen valami, aminek következtében az mellrák kialakult, és az a Hámer nevű orvos ezt pontosan föltérképezte, hogy milyen szerv, hogyan reagál, ugyanis minden betegségnek egy egyensúlytalanság, egy erőfeszítés a
kiváltó oka, és a betegség vagy a tünet nem más, mint egy ellenerőfeszítés az egyensúlynak a visszaállítására. Tehát ez mind egy gyógyászatnak a lényege, hogy megpróbáljuk az erőfeszítést levenni a szervezetről, és az ellenerőfeszítés ezáltal megszűnik, és spontán meggyógyul. Most képzeljük el, hogy itt én mindenki nem volt TB, nem volt patika, volt a természetnek, volt a teremtőnek a bölcsessége, ami létrehozta az élő szervezetekben ezt a szoftvert, hogy hogyan reagáljon különböző szituációkra. Ugye? Tehát azért fontos, van nekünk egy honlapunk, úgy hívjuk, hogy biologika, tehát nem biológia, hanem az biologika.hu, ott minden információt ezzel kapcsolatban szintén el lehet érni. És ha beadják a keresőben a Beaterra, tehát Beaterra, ott meg lehet találni a forrásokat. Nagyon köszönjük. Igen, ennyi fér bele most. És én köszönöm itt a lehetőséget.